Soundwave stúdióban vagyunk. Azon a próbahelyen, ahol az öböl környéki thrash metal bandák annyi évet jammelnek. Ezer éve szerettem volna már látni, úgyhogy menjünk is be! Testament, kezdettek nem rossz. Exodus. Involve. Nem igazán trash. A trash a metal egyik leggyorsabb és legagresszívabb ága. Sokan nem is tartják zenének. Még egyes metal rajongóknak is túl kemény. Hogy lett ennek a szélsőséges irányzatnak olyan nagy rajongó tábora? Hogy lehet, hogy ez a zsáner olyan együtteseket adott, mint a Metallica, a Megadeth és a Slayer? És mind máig él, miközben más alfajai kihaltak. A thrash a 80-as évek elejé undergroundból emelkedett ki, és minden korábbi stílusnál radikálisabb volt. A borítók, a szövegek gyakran szóltak háborúról, emberi szenvedésről, még sorozatgyilkosokról is. Ám az evolúciója felderítése előtt érdekel, hogy milyenek azok, akik ilyen zenére éreznek késztetést. Így éltük ki a perverzióinkat, amiket a valóságban nem lehetett. Egy nap sem telik el anélkül, hogy ne tudnék kinyírni valakit. Szerencsére az igazságszolgáltatás nem tűri el az ilyet. Én a világ legnyugisabb embere vagyok. Tudod? De az alapján, amit az utakon művelek, mehetnék a villamosszékbe. Az ott felgyülemlett indulatokat inkább elraktározom, és a dalszövegekben élem ki magam. Már kamaszkorodban kialakult, hogy gyorsabb, agresszívabb zenét akarsz játszani? Nem tudom, mi történt akkor velem, de a szülei megölésén kívül bárkit bármire rá tudtam venni. Azért kezdtem el metált játszani, mert része akartam lenni valaminek. A becenevem Hippo Dave, mert elég pörgős vagyok. Ha így 45 évesen is hiperaktív vagyok, gondolhatod, milyen lehettem 10 évesen. Ez az egyik ok, a másik pedig, hogy az olyan punkbandákból, mint a Circle Jerks, a Dead Kennedys vagy a Minor Threat, pontosan az a feeling áradt, amit én is éreztem. Az egyik vonás, ami a thrasht a 80-as évek elején jellemzi, a komorság, ami a punk hatása. Nem szükségképpen a zene, hanem a punk, mint hozzáállás hatása. A punkot a frusztráció szülte. Akkor alakult ki, amikor a nyugat elbizonytalanodott a tekintetben, hogy merre is haladjon a világ. Amikor a thrash a 80-as évek elején elindult, Thatcher és Reagan volt a főnök, tehát konzervatív, szigorú társadalomban éltünk, és egy tizenéves, pláne egy tizenéves fiúnak nincs kedve egy olyan világban élni, ahol ők dirigálnak. Emiatt érezték azt, hogy harcolniuk kell a rendszerrel a fennmaradásért, és emiatt az agresszivitás miatt akartak hangosabbak és gyorsabbak lenni. Ha szereted a punkot, akkor miért a thrash metal mellett döntöttél a punk helyett? Mert nekem fontos volt a zene. A punkban nem voltak jó gitárosok.
Sőt, jó zenészek sem. Voltak remek dalaik. De zenészként én többre vágytam, és a thrash tette lehetővé, hogy amit elsajátítottam, azt a punk hozzáállást megtartva kamatoztassam. A thrash tehát képzettséget, virtuózitást kíván, ám a zenészek a punkban ezeket nem találták meg. A másik fő inspirációt azok a bandák jelentették, amelyek Angliában a 70-es évek végén tűntek föl a brit heavy metal új hulláma fölfutásával. Mi tetszett neked a brit heavy metal új hullámában? Az energia. Ráadásul az egy másfajta energia volt. A brit heavy metal új hulláma a hard rock válasza a punkra. Az ős metálosok átvették a punk energiáját és szellemiségét. Csak éppen a riffeket keményebbé, bonyolultabbakká tették. Úgyhogy zeneileg az magasabb szintet jelentett. Én a brit invázió idején kezdtem zenélni. Gitárosként a brit heavy metal új hulláma hatott rám. Ha Anglia nincs, talán most nem ülnék itt. Az az agresszivitás, amit a Priest, a Maiden és a Motorhead hozott, addig nem létezett. Ha meghallgatod a heavy metal keresztapját, a Sabbathot, az ő zenéjük még a bluesban gyökerezik. A Priest söpörte ki a blues-t a zenéjéből, az heavy metal volt. Mi ösztönzött arra, hogy eme hatásokból valami újat hoz létre? Tudtam én, hogy újat csinálunk, nem? Mi csak az olyan óriások, mint a Maiden és a Priest nyomdokaiba léptünk, és megcsináltuk annak az öböl környéki verzióját. Csak a mi szövegeink emberölésről meg hasonlókról szólnak. A thrash nem egyszerűen a punk és a brit heavy metal új hullámának a keveréke. A fülsértő ének és a szupergyors gitár tette különálló zenei stílussá. De a legegyedibb vonása a dupla nagy dob zakatolása. Az honnan származik? És miért vált a thrash eszenciális részévé? Meg tudod mondani, hogy miért fontos a dupla nagy dob a thrash hangzásban? Izgalmasabbá teszi a zenét. Ahelyett, hogy ezt tolnám, hogy bumcsá, bumcsá, ez megy. Intenzívebb. És ha a dob ezt a gitárokkal összhangban csinálja, és együtt felerősítik ezt a hatást, az maga a thrash metal. A dupla nagy dob megtöri a nagy dob pergő, nagy dob pergő monotóniáját. A dupla nagy dob variációs lehetőséget ad a zenének. Bonyolultá teszi a ritmusvilágot. Az exaltált alaptempó könyörtelenséget és erőt sugall. Hol hallottál dupla nagy dobot azelőtt, hogy elkezdted volna használni? A Motorhead-től. Náluk hallottam először ezt az alapot. Dupla nagy dobot mások is használtak, de abban nem volt semmi újdonság. Az a dobos, akinél először fogott meg a dupla nagy dob, a Motorhead-es Phil Taylor. Amikor 79 elején először meghallottam az Overkill-t, az agyamat eldobta. El tudnád mondani, hogy azt az alapot, amit az Overkill-ben toltál, hogy találtad ki? Éppen akkor vettem egy új szerkót, gyakoroltam, és a két nagy dobon nekiálltam ezt csinálni. Eddie és Lemmy ekkor jöttek meg, és mondták, hogy amikor odakint meghallották, egymásra néztek és megegyeztek, hogy ez k***va jó. Épp akkor futottunk be, amikor a két nagy dobot gyilkolta, és abból lett az Overkill.
A motorhead hozta be azt, hogy gyorsabban, hangosabban kell játszani? Besegítettünk, ja. Miért akartatok gyorsan játszani? Nem tudom, akkor jó ötletnek tűnt. Persze ahhoz képest ma már szuper gyorsan toljuk. Tehát a korral gyorsultok? Úgy néz ki. Aztán alig várjuk, hogy lejöjjünk a színpadról pihenni. Visszaülni a tolószékeinkbe. A Motörhedet egyesek thrash metalnak tartják. Igen, valóban. Szerinted miért? Fogalmam sincs. Nem tudom. A thrash szó nekem mindmáig azt jelenti, amit apa azután művelt, hogy leoldotta a derékszíjat. Még mindig nem értem, hogy ebből hogyan lett műfaj. Amikor először láttam egy elképesztően gyors bandát, szerintem 82-ben a Metallicát az előzenekarunként, arra gondoltam, hogy te jó ég, miféle zene ez? Annyira őrült mód daráltak. Sokan a Metallicát tartják az első thrash bandának. Ők vajon hogyan indultak el, és a hangzásukat miért érezte olyan sok rajongó a sajátjának? A thrash kapcsán mindenki automatikusan a frisco-i öbörre asszociál, pedig a történet nem ott kezdődött. Eljöttem Los Angelesbe Brian Slagelhez, a Metal Blade Records igazgatójához, hogy megtudjam, hogy ő és Lars Ulrich hogyan indították be a metalt ebben a városban. 24 órán át metalt ettünk, ittunk, lélegeztünk be. Az külön életforma, kultúra, mozgalom volt. Mindent elkövettünk. Én zenélni nem tudtam, úgyhogy abban tudtam segíteni, hogy minél több emberhez eljusson. Los Angelesben akkor az FM rádiós cucc ment, és azt nem komáltam. Ám egyszer volt egy Michael Schenker koncert a Country Clubban, Brian Slagel lakása közelében. Elmentem, és a koncert után a parkolóban megláttam egy srácot Saxon pólóban. Los Angelesben akkor még senki sem tudta, ki az a Saxon, úgyhogy megkérdeztem a srácot. Azt felelte, hogy most költözött ide Európából, és a kemény zenét szereti. Erre én, hogy én is. Brian a leendő mogul ki akart adni egy válogatást a keményebb helyi zenékkel. Hetfield-del megkerestük az ócska kis Vostex kazettánkkal. És Brian érdeme, hogy nem hányta el magát, amikor meghallotta a Hit the Lights gyalázatos minőségű felvételét. Így az fel is került az első Metal Massacre albumra. Bár 2 évvel írták a Metallicát, de lényegében onnantól datálható a bandánk. A Metal Massacre válogatáson megjelent Hit the Lights fémjelzi a thrash kezdetét. Ám a 80-as évek elején Los Angeles egy egészen más műfajtól, a glamtől volt hangos. Hogyan fért meg egymás mellett a két műfaj? Vagy-vagy. Vagy glam metalos vagy, vagy keményebb. És a keményebb egyre keményebbé vált. Ott volt a Metallica, az Omen, a Beach. Aztán jött még a Slayer. Az ő világuk távol állt tőlünk. Mi az anti-ret, az anti-poison akartunk lenni. Úgy hallottam, hogy volt idő, amikor ti is használtatok sminket. Igen, de ez hozzátartozik eléhez. Valamennyit muszáj fölkenni. Túlzásba nem akartunk esni. A szemceruzát vállaltuk. Nem az Alice Cooper mennyiséget, mert pont az ellenkezőjét akartuk annak, ami elébe ment. A Slayer is használt sminket, de csak fekete szemkihúzót, amivel Ozzy-t másoltuk, mert az olyan gonosznak hatott. De hamar rájöttünk, hogy nem szorulunk rá. A legenda szerint volt ellenségeskedés a hajrázók és a thrash metalosok közt, igaz ez? Ez nem legenda. Ez így volt. Mert a hajrázók a glamre esküdtek. Én úgy tartom, hogy a glam a bolha a bombán, a thrash meg maga a bomba. A Motley Crue, a Rat, a Steeler és társai képviselték azt, ami ellen lázadtunk. Ők voltak a Sunset Strip királyai.
És nem volt könnyű betörni a zenei világba. Los Angelesben 82-ben Metallicának lenni magányos érzés volt. Nem sokan szerették, amit csináltunk. Ezért elkezdtünk 3-4 hetente átjárni San Franciscóba, és úgy gyorsan kialakult egy tábor. Úgyhogy felmondtuk az állásainkat, és 1983. februárjában véglegesen átköltöztünk San Franciscóba. A közönség mindenütt ugyanúgy reagál a zenétekre. San Francisco a legkirályabb. A legkirályabb. Elé egy nagy nulla. Elé egy sz... Egy-két H. Elé egy... Az évtized elején már alakulóban volt az öböl környéki underground metal, de a thrash csak a Metallica 83-as megérkezése után robbant. Elmentünk megnézni a Metallica nevű bandát a Keystone Berkeley-ben. Olyan erőt még soha nem tapasztaltam. A tombolás még meg is rémített. Szuper gyors volt. Sokkal keményebb, mint az addigi punk és metal együttvéve. Frisco tárt karokkal fogadta a fémzenét. A Metallica érezte, hogy elfogadta őket a metalra éhes tömeg, amely fütyült arra, hogy elében mi a menő. Amikor először játszottunk együtt a Slayerrel, ők szemceruzát is használtak. De azzal le kellett állniuk az Exodus tábor miatt, mert a mi rajongóink azt rühelték. A Slayer bejött nekik, de Exodus koncerten nem divat a smink. Az egy másik világ volt, egészen más volt a hangulat. Volt szenvedély, a srácok olyanok voltak, mint mi, Farmerban, Jackiben. Azonnal beilleszkedtünk, és otthon éreztük magunkat. Olyanok voltunk, mint egy kutyafalka. A Forbidden, az Exodus, a Death Angel, a Testament. Volt egy 20 metal banda, és ugyanazokba a bulikba jártunk, ugyanazokra a bulikra, ugyanarról tumáltunk. A Ruthie's Inn volt a központ. Bármi szólt, akár punk, akár metal, minden este teli volt metálosokkal és punkokkal. Azon a helyen találkozott a két zsáner. Az öbörről azt kell tudni, hogy Amerikában ott olvadtak össze először műfajok, nem New Yorkban. Nézd meg a régi Ruthie's Inn szórólapjait. Rendszeresen tolták együtt metálosok punkokkal. Egyszer volt egy buli, amit stíluselegyítő rendezvénynek hívtak. A szórólapra is ráírtuk, stíluselegyítő rendezvény, ott voltunk mi is, a punk bandák is. Annak következtében, hogy a thrash magába olvasztott punk rock és hard rock elemeket, és a koncertek hangulata is megváltozott. A thrash hozta be a pogózást, a színpadról való beugrálást. Egy Slayer buli, mintha egy börtönlázadás lenne. Korábban headbangeltél, felemelted az öklöd, villáztál. De ha thrash koncertre mentél, ezt otthon kellett hagyni, mert ezt ott rögtön összetörik. Én a 80-as évek eleje óta hallgatok thrash-t. Az első öböl környéki felvétel, amit hallottam, az első Legacy demo volt, amihez kazetta csere útján jutottam el. Egy Metal Forces nevű magazinban olvastam róla, a Pembangers rovatban, amelyben a headbangerek csereber éltek. Az internet korában már felfoghatatlan, hogy léteztek olyan magazinok, amelyekben a lap alján apró hirdetések voltak zenecsere céljából. Az ember megadta 4-5 együttes nevét, a posta címét, és mások küldtek neki kazettákat, ő is nekik, és ezt nem pénzért tette. Nem várt érte semmit. Neki ültél megírni a levelet. Aztán beletettél egy kazettát, amit már vagy 37-szer átmásoltak. Tehát már alig hallatszott róla valami. De így terjedt a zene. Így adtad tovább azt, ami tetszett, és így ismertél meg új bandákat. És aki jó volt, annak a neve sokszor felbukkant a hirdetésekben. Ez egy rég kihalt művészet. Mi is küldtünk szép kazettákat. Az első a Kill As One demo volt. Aztán, amikor kiálltunk koncertezni, a tömeg velünk üvöltött a Kill As One meg a Thrashers-t. Őrület volt, és az a kazetta cserének volt köszönhető. Az volt a korabeli biointernet. Tape Trading
A kazettacsere által a metal tömegbázisa Amerika és világszerte egyre nőtt. És miután a Metallica, a No Life Till Leather demója felbukkant egy New York-i bolhapiacon, a Thrash megkapta az első lemezszerződését az akkor induló Megaforce Recordsnál. Akkor hallottam először a Metallicáról, amikor bejött a boltba egy srác, aki akkor jött meg San Franciscóból, ahol látta őket. Ott volt nála a koncert felvétele, és amint meghallottuk, Mársával totál ledöbbentünk. Olyan lehengerlő volt, annyira merész, hogy dobtam egy hátast tőle. Atya úristen! Amerikában addig igazából nem volt heavy metal. A Metallica volt az első, és az lett az új amerikai sound. A klasszikus történet. Meghallja, félbehagyja, amit csinál, rohan a telefonfülkébe, felhív engem. Mi meg a következő pillanatban már pezsgőt bontunk. Megyünk keletre, kiadják a lemezünket, ahogy kell. Azért jött létre a Megaforce, mert senki se szerződtette a Metallicát. Senkinek se kellett. Nem tudtak, mihez kezdeni vele. Elmentünk a nagy kiadókhoz, de csak értetlenkedtek, nem tudták, mire vélni. Én hittem abban a lemezben. Végig bent voltunk a stúdióban, kívülről tudtuk az egészet. Hittünk benne. A debütáló albumunk most hozta ki a Megaforce Records. A címe Kill 'Em All. És ma szívesen kinyírunk mindannyiótokat. Kinek kell? A 80-as évek elején sok thrash banda jelent meg független kiadóknál, és a hullám túlterjedt az öböl körzetén. Ám a nagy kiadók, csak a Metallica, az Anthrax és a Raven 1984. augusztusában a New York-i Roseland Ballroomban adott koncertje után figyeltek fel. Elképesztő volt a Death Riderrel nyitni, és látni, hogy 3000 kölyök headbangel és énekli a számainkat. Hihetetlen volt, hogy 3 évnyi kemény munka, heti 7 napi próba és rengeteg gürizés után ez megvalósulhatott. Azt mi promotáltuk. 3500-an jöttek össze, és ott volt az összes nagy kiadó is. Csak ültek és lestek, hogy általuk ismeretlen zenészek ennyire fantasztikus rajongóknak játszanak. Mert a közönség meg volt őrülve. És amikor a monitor azt mutatta, hogy James kinéz a tömegre és megkérdezi, hogy na, ki jött el a városba? Hú, a terem felrobbant. Az volt az addigi legnagyobb bulénk. És akkor egyszer csak felbukkant egy barátságos arc a színfalak mögött. Széles vigyorral a képén. Megrohamoztam a backstage-et. Átzúztam a biztonságiakon mindenen, szinte leszakítottam az ajtót. Tudták, hogy le vagyok nyűgözve, és hogy nagy kiadótól jöttem. Hogy le akarja szerződtetni a Metallicát az Elektra Recordshoz. Gondolj bele! Az volt a csúcs. Leszerződni egy nagy kiadóhoz. Az az álmok ne továbbja. A Ravent az Atlantic szerződtette, a Metallicát az Elektra. Mi akkor még nem kaptunk nagy kiadós szerződést. Felfigyeltek ránk, de csak pár hónap múlva írtunk alá. De azt kijelenthetjük, hogy mind a három banda a Roseland bulinak köszönheti a szerződését. A nagy kiadók észbe kaptak. Mi folyik itt? Bandák sok lemezt adnak el, ebbe be kell szállnunk. A Slayer is ekkor kezdett befutni, és gyorsan megrohanták őket a nagy kiadók. Ők akkorra már aláírtak Rick Rubinhoz, de amikor ők is nagy kiadóhoz kerültek, tudtuk, hogy a műfajnak sikerült betörnie. Mi változott meg, amikor a Metal Blade-től átmentetek a Def Jam-hez? Kaptunk turnébuszt. Addig egy kis teherautóval bumbiztunk, és a turnébusz luxusnak számított. És jobb hotelekben szálltunk meg, nem lerobbant kis lyukakban. Észbontó volt. Annyi időre se lassultunk le, hogy felfogjuk. Jobb kajákat ehettünk, jobb piákat ihattunk. Imádtuk. A fickó kihúzott egy fiókot. Benne volt egy tükör, teli kokóval. Erre én, befutottál David. Ő felmutatta a hüvelykujját, aztán adott pezsgőt, meg egy láda Nike felsőt. Ez az oka, hogy azokon a fotókon ócska farmerokban, meg guztustalan pólókban domborítunk, de kit érdekelt? Kaptunk új cipőt. A Capitoltól. Vadi új Nike-kat.
Az évtized közepén már virágzott a trash. A bandák a nagy kiadók támogatásával világkörüli turnékra indultak, és elkészítették a legbátrabb, legnagyobb hatású lemezeiket. Akkor adta ki a Slayer a sokak által minden idők legjobb trash albumának tartott Rain in Bloodot, amely forradalmasította a trash metal hangzását. Akkor még kerestük a helyünket, és a siker kulcsa az a lemez volt. Nem akarok én itt összehasonlításokat tenni, de az olyan varázslatos, mint az AC/DC-től a Highway to Hell. Van benne valami. Szinte önálló életre kell. Imádtuk a Mercyful Fate-et meg a Venomot, de a keveréshez nem értettünk. Andy és Rick Rubin viszont minden dalt, minden szólamot összeraktak itt, az elejétől a végéig. Nem volt semmi csinnadratta. Tessék, itt van. Vagy tetszik, vagy utálod. De elég jó dalokat írtunk, tehát mindenkinek tetszett. A keverésnél újítottunk, hogy az anyag a hallgató arcába robbanjon. Sok metal lemezen, amit addig hallottam, az alsó régiók gyengébben szóltak. A dupla nagy dob úgy hatott, mint az írógép. Emiatt éreztem úgy, hogy a megszólalás lehetne dögösebb és súlyosabb. Arra törekedtünk, hogy a hallgató homokzsákként a testével fogja fel az ütéseket. A zene végre elkezdett pénzt hozni. A bandáknak, a kiadóknak, a koncertszervezőknek. A Metallica és a Slayer mindenkinek sokat keresett, tehát a többi kiadó is akart magának trash bandát. Még a Death Angel-t is leszerződtette egy nagy kiadó. Mi változott meg, amikor nagy kiadóhoz kerültetek? Nagyobb lett a büdzsénk. Ezáltal jobban kevert albumokat tudtunk kihozni. Több lett a lehetőség. Los Angelesben vettük fel. Kivehettünk egy bútorozott lakást, ahol végig együtt voltunk, és csak a munkára koncentráltunk. Óriási volt. A nagy kiadók sokat költöttek a stúdiózásra, a klippekre, a turnékra, a promócióra, és ez beindított egy folyamatot. Minél több lemezt adsz el, annál gigantikusabb a turné, és így tovább. Gyorsan felpörgött a gépezet. Rendkívül gyorsan. Jelentkezett egy rakás együttes, magas színvonalú felvételekkel. Egyszer csak jött egy demo a Voivodtól. Hű, ez oltári. Aztán Sacrifice-tól, a Sodomtól, Hellhammertől, a Celtic Frosttól, és el voltam képedve. Amikor globális szinten is beindult a dolog, tódultak a jobbnál jobb bandák. Láttam, hogy ez már nem csak a mi hobbink. Mindenütt jelen van. A trash lett a metal leggyorsabban terjedő műfaja. Az albumok arany és platina lemezek lettek, a klipek mentek az MTV-n, és a műfaj a rajongóknak köszönhetően nemzetközi szubkultúrává vált. Még a metal nagy öregjeinek is feladta a leckét. Ozzy vagy a Metallica miatt jöttetek? Metallica! Hogy? Ők jobbak, mint Ozzy, ja? Ozzyt le fogják söpörni. Metallica! Újak, kemények, heavy metal, trash, ja, trash! Kamaszkoromban a turnék csúcsa a Clash of the Titans volt, ahol együtt játszott az Anthrax, a Megadeth és a Slayer. Ám az a turné előrejelezte az amerikai kemény zene átalakulását is. A nyitó banda ugyanis a leendő grunge superstar Alice in Chains volt. Az benne az ironikus, hogy az az Alice in Chains nyitott, amely a következő nagy durranás lett. Nagyobb volt, mint a trash valaha volt. Én akkor nem éreztem, hogy hamarosan mindent visznek. Furcsa ez, mert a Clash of the Titans turné volt a trash számára a csúcs. De a leszállóak kezdete is, mert a műfaj elérte azt a pontot, aminél nagyobb már nem lehetett. Összehozták az Anthraxet, a Slayert, meg a Megadethet turnéra. Teli csarnokokban, stadionokban toltuk, de aztán ott álltunk, hogy innen merre tovább. Hová van tovább lépés abból az elképesztően gyors, bonyolult zenéből, ami annyira intenzív, hogy azt már képtelenség fog hozni? A Clash of the Titans nem csak azt a pillanatot fémjelzi, amikor a műfaj
műfaj felért a sikerei csúcsára, de azt is, amikor kezdett kifogyni az ötletekből. A 90-es évek nehéz volt a Thrash számára, mert akkorra már mindent kifacsartak belőle. Megvan a határa, hogy hányszor lehet ugyanazt a lemezt újra megcsinálni. Éreztél olyat, hogy megbékjóz a Thrash bélyeg? Igen, bár a címke illik ránk, ahogy egy jó cipő a lábadra, de jobb lenne, ha csak Megadettnek tekintenének minket. Ami egyértelműen Thrash. De több is annál. Úgy éreztük, hogy elfogyott előttünk az út. Ismételni nem akartuk magunkat. Megrekedni se egy szinten, ahogy sok más velünk együtt indult bandával megtörtént. Nem akartunk mi is úgy járni. A 90-es évek elején a thrash hangzása elkezdett átalakulni. A fekete album, a Metallica mindmáig legnagyobb példányszámot elért lemeze, mindent elsöprő sikere lett. Több mint 22 millió példány fogyott belőle. Az Enter Sandman első hangjaira leesett az állam. Azt mondtam, a thrash bevonult a történelembe. Ez egy örök klasszikus, amely felveszi a versenyt bármely más műfaj klasszikusaival. Aki szerint a fekete album nem jó, az nincs magánál, mert az eszméletlen. A fekete album van olyan nagy, mint a legsikeresebb poplemezek. Emlékszem, amikor először meghallottam az Enter Sandmant, leesett az állam. Annyira oda volt téve. De miért éreztem magam elárulva? Mert el is voltál árulva. Jól érezted, hogy mit csináltak. Aranylemezt akartak, meg is kapták, de te, rajongóként nem úgy képzelted a metált. Viszont ők meghódítottak egy rakás olyan embert, akinek fogalma sem volt a metálról. Az árulás túl erős szó. Megértem, hogy egyesek elcsodálkoztak az Enter Sandmant és a Nothing Else Matters halva. Úristen, mi történt? De saját érdekünkben kellett lépnünk, mert ha megcsinálunk egy Injustice for All 2-t, azzal adtuk volna el magunkat. Hidd el nekem! Bevallom, én nem lenne szabad kimondani, mindegy. Én lehajítottam az emeletről. Mi ez a szar? Nem hittem a fülemnek. Úgy éreztem, hogy kiveszett a thrash metalból. És hogy az attól a pillanattól már belefér az MTV stílusú üzletpolitikába. A thrash mely szabályait szegte meg a fekete album? Lassú. Egy thrash banda esetében az tilos. Azzal az erővel billentyűt meg hegedűt is bevonhattak volna. Lassú balladát nem illik. Egyszer lekeveredtünk egy diszkóba egy barátommal. Hirtelen köpni nyelni nem tudtam. Ez Metallica. Metallicát nyomnak egy diszkóban. Mi van itt? Ez nem normális. Amikor a fekete albumból elkelt vagy 5 csillió példány, a kiadók rögtön malmoztak. Nekünk is van metalbandánk. Hogy tudjuk olyanná tenni, amilyen a Metallica? Sokan próbáltuk követni a Metallicát annál a váltásnál. Mindenki úgy volt vele, hogy talán ha egy kicsit hasonulunk ahhoz, akkor a táborunk is követ minket. A Slayer mondjuk hű maradt magához, és bebizonyosodott, hogy helyesen döntöttek. A kiadó megkeresett minket, és elmondták, hogy mit várnak tőlünk. De nekünk az nem tetszett. Azt mondtuk, hogy nem akarunk változni. Mi ilyenek vagyunk, ezt játsszuk, ilyen számokat szeretünk írni. Ha azt mondjátok, hogy csináljunk mást, akkor elmehettek a büdös francba. Ez a dolog, hogy ki adta el magát, és ki maradt hű magához,
nem olyan egyértelmű. Mert voltak, akik azzal adták el magukat, hogy ugyanolyanok maradtak. Hogy azt adták a rajongóknak, amit azok elvártak tőlük. Lars mondta pár éve, és szerintem ránk célzott, hogy ha az ember beszorul egy sarokba, akkor onnan már nincs hová mennie, és hogy ők emiatt mentek át átmenetileg rockba. Pedig én azért voltam abban a sarokban, mert ott jól éreztem magam. Amíg a Slayer a 90-es években is hű maradt a stílushoz, számos thrash banda a kiadók nyomására hajlandó volt változtatni a hangzásán. Az első nagy kiadónak készített anyag általában kitűnő, mert azt még rájuk bízzák, de aztán jön a nyomás. Kellene egy sláger, a külsőtök legyen ilyen, a klippetek legyen olyan. A legkevésbé a Force of Habit-et tudom vállalni. Először próbáltam olyat írni, amit a kiadó elvárt, ami nem a szívemből jött. Mondtuk, hogy nekünk mi tetszik. Erre nem, a balladából lesz a klip. Erre én mi? Az nagy változás volt, mert a pénzember mondta meg, hogy mit vár tőlünk, hogy milyen zenét írjunk, hogy jelenjünk meg. Születtek rossz döntések. Úgy éreztem, hogy nem azt csináljuk, amit kellene. De nem a zenén múlik a siker, hanem a döntéseken. A bandákat sorra dobták a nagy kiadók. Mi úgy voltunk vele, hogy mindegy. Az Atlantic szerződésünk úgyis hamarosan lejár. Sötét korszak a számunkra, mert ott valami véget ért. Megmondtam, hogy ha ez olyan szakmává válik, amit utálok, akkor nem csinálom. És utáltam. Úgyhogy inkább otthon maradtam. Mentem a szülői munkaközösségbe. A frászt hoztam a többi szülőre. Ha visszamehetnék az időben, továbbra is olyan dalokat írnék, amik emberölésről szólnak. Az évtized közepére sok thrash banda levált a vonulatról, és a műfaj stagnált. Ekkor bukkant föl néhány a thrashnél is szélsőségesebb műfaj, mint a death metal, a grindcore és a black metal. Ezekben már nincs dallam, a zenében a dübörgő dobkíséret meg a hörgés dominál. Ám amikor már azt hittük, hogy a thrash metal végleg kimúlt, a lehető legmeglepőbb helyen vették át a stafétát. Amikor elindultunk és elkezdtünk lemezeket kiadni, a thrash haldokolt, mert valami kiveszett belőle. A korai thrash élessége. Legalábbis mi azt hiányoltuk. Megpróbáltuk egybeolvasztani mindazt, amit szerettünk. A Darkest Descent-et, a Rangin Blood-ot, a Master of Puppets-et sokszor meghallgattuk, hogy rájöjjünk, hogy miért szeretjük őket annyira, aztán próbáltuk a sajátunká tenni, de úgy, hogy azért újat is alkossunk. A Göteborg Sound mit vett át a thrash újításaiból? A sebességet. És visszatért a death metal harmónia és dallam nélkülisége előtti időszakba. A göteborgi thrash melodikus metal az újrafelfedezése a metal egy korábbi periódusának, amikor a thrash még nem vált le a mainstream metalról. Why
Miért fontos neked, hogy a zenétek kemény és extrém legyen, ugyanakkor dallamos is? A svédek mindig is szerették a popzenét. Márpedig az dallamos, és mi azt akartuk elegyíteni azzal, amit akkor érzünk, amikor Slayert vagy Metallicát hallgatunk. Én imádom az agresszivitást. Az dob fel, és azt próbáltuk melódiákkal párosítani. Azt vallottuk, hogy a zene nem lehet csak ritmus-centrikus. Kellenek bele melódiák is. Miközben a svéd vagy Göteborgi thrashre nyilvánvalóan hatott a death metal, a svéd szánda thrashtől azt vette át, hogy nem csak kemények, rondák és gonoszak vagyunk, de játszani is tudunk. Van húzásunk. Nem csak a svéd bandák bábáskodtak a thrash feltámasztásán. 2000-re a Virginia-beli Richmondból érkezett Lamb of God lett a következő olyan erő az extrém zenében, amely segített újraéleszteni a thrash-t. Na induljon a pogó! Trash rajongók voltunk. Azon nőttünk fel. Fehér kertvárosi gyerekekként találtunk rá erre a zenére, és rögtön a magunkénak éreztük. Mi nem focizni jártunk, vagy sakszak körbe. Mi rockerek közt éreztük jól magunkat. Együtt hallgattunk Megadetet, Testamentet, meg Slayert. Bár mi jóval a trash hullám lecsengése után érkeztünk, szerintem részei voltunk a stílus megújításának azzal, hogy olyan elemeket hoztunk vissza, amiket már 20 éve nem lehetett hallani. Jó volt azt hallani, hogy az olyan fiatal zenekarok, mint a Lamb of God, visszahozzák a régi keménységet? Akkor már rég nem hallottam semmi jót, és talán az lobbantotta föl bennem a régi tüzet, mintha felébredtem volna. 12 év alvás után egyszer csak visszatértem oda, ahonnan elindultam. A Lamb of God megkeresett, és kértek, hogy játsszak az Ashes of the Wake albumukon. Én meg azt feleltem, hogy oké, érdekel a dolog. Amikor bejött a stúdióba, szerintem arra számított, hogy melegítőben meg sminkben toljuk. De látta, hogy ugyanúgy csináljuk, ahogy annak idején ők. És aztán már alig várta, hogy nekiugorjunk. Jó érzés, hogy valakire hatással voltál, hogy odafigyelt arra, amit csináltál. Csodás érzés, amikor olyan zenészek, akiket tisztelsz, elmondják, hogy volt szereped az ízlésük alakulásában. Úgy érzed, hogy mégsem volt hiába. Ma mi a helyzet az Exodus-szal? Megvagyunk. A banda éhes, egészséges. Nem drogozunk, motiváltak vagyunk, és készen állunk bizonyítani, hogy mi vagyunk az első kettő egyike, aki ezt kitalálta. És hogy ma is mi toljuk a legjobban. Szerinted a thrash miért maradt mindmáig életben? Felszabadítja azt is, aki játsza, azt is, aki hallgatja. És amíg lesznek olyan nemzedékek, amelyek hajlamosak a lázadásra, addig ez a műfaj aktuális marad. A zene az első, de a szövegekben is vannak üzenetek. Persze, ha nem érdekel a szöveg, akkor is tudod élvezni, mert remek muzsika. Mert mindig visszatérünk ugyanoda. A lázadáshoz. Amíg a fiatalok dühösek, össze vannak zavarodva, nem találják a helyüket, már pedig ez mindig így lesz, addig egy részük vonzódni fog ahhoz, amire lehet headbangelni, ami azt sugallja, hogy a dühük jogos, és amire levezethetik az indulataikat. E tekintetben a thrash kortalan. A thrash és a metal megmarad. Mert ha olyan balszerencsés vagy, hogy kimaradtál abból, ami épp menő, elég, ha megvárod, hogy lecsengjen. Ahogy a többi divat hull. Az egész csak kitartás kérdése. Suicide, I'm already died.
Forevermore. Just a funeral I've been.